Az idei év pécsi költségvetésének tervezete került a városi képviselők elé kedd délelőtt. A város polgármestere szerint ez egy felelős költségvetési tervezet, amely még erősen vázlatszerű. A város vezetés gondolkozási irányait tartalmazza, a döntéseket még nem, tette hozzá Péterfi Attila. Így nem lehet még tudni, milyen konkrét működési támogatásokat nyújt az önkormányzat. A civil szervezet támogatása akár különböző közfeladatot ellátó intézmények, szervezetek támogatásában tudatosan nem szerettünk volna úgymond idő előtt kiteríteni a lapjainkat, viszont nagyon készülünk, és ezzel a mai közgyűléssel párhuzamosan is tudatosan készülünk arra, hogy a március 15-e előtti közgyűlésen már egy részletes, átgondolt, hosszú távon is elfogadható költségvetést tegyünk a közgyűlés asztalára. Közben a kormányzattal is folytatják a tárgyalásokat, hogy a szerződés szerint december végéig esedékes 8,5 milliárdos támogatás visszafizetését átütemezzék. Végül a tervezetet elfogadta a közgyűlés, bár ellenzéki oldalon bírálták a benyújtott dokumentumot. Vágyak és fiktív számok egyvelege a pécsi költségvetési terv, mondta az ÖPK-DNP frakció vezetője. Ez a helyzet például az építményadóval. Több mint 20%-os bevételnövekedéssel számolnak a tényekhez képest, még egyszer mondom, hiszen a tények szerint 3 milliárd forintot nem érte el az építményadó bevétel, ehhez képest majd 3,6 milliárdot terveznek vele. Ez egy több mint 20%-os növekedés lenne a valódi bevételhez képest. Ezt elég nehéz úgy elképzelni, hogy ha nem emelnek adót, ez hogyan fog előállni. Az iparűzési adóból 9,3 milliárd bevételt irányoznak elő, pedig ez tavaly nem érte el ténylegesen a 8 milliárd forintot, teszi hozzá Kővári János. Azzal egyetért a frakcióvezető, hogy a kormányzati támogatás visszafizetéséről tárgyal a városvezetés, hiszen a 8,5 milliárdos összeg visszafizetése lehetetlen lenne december végéig. Egyébként a városi költségvetést a törvény szerint március 15-éig kell elfogadni, így még bő egy hónap van hátra a végleges változat elfogadásáig.